30-as szám a léggömbön és jól láthatóan a pulpituson is. Az Őz utcai gondozási központban tartotta meg születésnapi eseményét a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ. Az 1993-ban alapított intézmény vezetője, Nagyné Hermányos Zsuzsanna az eseményen arról beszélt, az évek során folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal és újfajta ellátási formákkal segítik a rászorulókat. Szociális ellátások közül kiemelném a házi segítségnyújtást, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ami az ellátottaknak a saját otthonukban történő ellátás. Intézményhez kötött ellátásokat is biztosítunk, ilyenek a nappali ellátások, illetve a bentlakásos intézmény. De szeretném kiemelni, hogy van a városunkban egy teljesen egyedülálló, különleges ellátás, ez a gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, illetve azt gondolom, hogy beszélnünk kell a színes közösségi programjainkról is, hiszen évről évre megrendezésre kerülnek az Idős Akadémia, illetve az Alzheimer Café rendezvénysorozatunk. Ez a szociális oldalról. Az egészségügyi ellátással kapcsolatosan a szolgáltatásaink kibővültek az iskola egészségügyi ellátással, azon belül az iskola orvosi védőnői ellátással, a fogászati ügyeleti ellátással, fogászati röntgennel. Az ünnep apropója nem csak a jubileum volt, a szociális munkanapját is most ünnepelték a központban. Kovács Ferenc, a város polgármestere köszöntő beszédében méltatta az intézmény elhivatottságát, valamint szólt arról, hogy a városvezetés is igyekszik minden lehetséges támogatást biztosítani. De nagyon fontos, hogy az önkormányzat egy olyan szociális védőhálót épített az elmúlt évtizedekben, aminek az a célja, hogy a leghatékonyabb segítséget nyújtson azoknak, akik ezt igénylik és akik erre rászorultak. Valóban most a szociális munka világnapját ünnepeljük, ebből az alkalomból azokat tulajdonképpen, akik ezen a területen dolgoznak, de most a Szociális Gondozás és Segélyi Alapellátási Központunk, most már ez a neve, 30 éves jubileumát is ünnepli, és én azt gondolom, hogy van mire visszanézni. Nagyon színvonalas volt ez a 30 év, és nyilván ezt szeretnénk a következő évekre is. Szabó Tünde országgyűlési képviselő azt mondta, a Nyíregyházán, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dolgozó szakemberek kiemelkedő munkát végeznek. Ezért is fontos, hogy a szociális munka napján külön figyelmet kapjanak. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak a mindennapokban kell elismerni, úgymond a szakdolgozókat, hanem igazából legyen egy olyan nap, amikor csak róluk szól, és őket tudjuk akár díjazni és elismerni a munkájukat. Ugye ők azok, akik a mindennapjaink részeként ott vannak az embertársaink mellett, segítő kezet nyújtanak nekik, hogyha problémájuk van, akár az időseknél, családoknál, rászorultaknál, tehát mindenhol érzékelhetjük az ő munkájukat, az ő áldozatos munkájukat. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Nyíregyházán és az egész vármegyénkben ilyen sok szakember van, akire ténylegesen büszkék lehetünk. A szociális munka napja alkalmából a szociális szférában dolgozó szakembereket díjazták munkájuk elismeréseként.